Ma már nem okozná a legkisebb feltűnés sem, ha például a nemes szépségű főtéren 9 mexikói vezérezredes tevehátom körbe nyargalna. A kolozsvári ember meg sem fordulna utánuk. Minek? Hisz tudná, hogy a mexikói szakállak alatt vagy a kolozsvári nemzeti színház tagjai, vagy pesti színészek rejteznek, s mögöttük valahol okvetlen fel lehet fedezni vagy a direktor, vagy a rendező, meg az operatőr alakját. Így írja le Kolozsvár pezsgő filmes életét a Színházi Élet folyóirat riportere 1916-ban. A várost a nagy tekintélyű dán és amerikai filmgyártás központjaihoz, Kopenhágához és Hollywoodhoz hasonlítja, s ha ezekkel nem is rivalizálhatott Kolozsvár, a budapesti filmgyártásnak az elkészült filmek számát és minőségét tekintve méltó versenytársa volt a múlt század tízes éveiben. 8 év alatt több mint 70 külföldön is sikerrel forgalmazott játékfilm készült itt. A rendezők között volt a később világhírűvé vált Kertész Mihály és Korda Sándor, a kamera előtt pedig a magyar színjátszás legnagyobbjai szerepeltek. Mindez egy ember érdeme volt, a Kolozsvári Nemzeti Színház akkori igazgatójáé, Janovics Jenőé, aki új irányt mutatott az akkor még gyerekcipőben járó magyar filmgyártásnak, akit kortársai méltán neveztek Magyar Paténak, és aki számára a sors is számos filmbe illő fordulatot tartogatott.